Farsang farka van, húshagyó kedd. Ezzel a farsangi időszak végére is értünk 2023-ban. A mai napon a napsugár kis csoport fogja jelképesen elűzni a telet. A mai napon a napsugár kis csoport fogja jelképesen elűzni a telet. Készülnek egy nagy bulival, és garantált a jókedv, a hangulat, a tombola, a tánc, hát ami egy kiscsoportos gyermek életkori sajátosságába belefér, elűzik a telet. A mai az utolsó farsang. Az intézményvezető szerint sikeres volt a farsang időszak a refiben. Az óvónők is elkészítették a dekorációt itt az aulában, illetve a csoportszobákban. Ők maguk is beöltöznek, tehát megadják a módját. A szülők is, ahogy szokták mondani, oda teszik magukat. Azt tudni kell, hogy kis csoportban úgymond nem kötelező felöltözni. Nem minden gyerek szeret beöltözni, nem is igazán értik még a farsangnak a lényegét, de én úgy látom, hogy többé-kevésbé szinte majdnem mindenki beöltözött, és hát kíváncsian várják a megnyitót és a napnak a további forgatagát, eseményeit. Szuper jelmezek és szuper produkciók születtek. Osztályok tartották meg külön-külön a farsangot, iskolában és itt az óvodában külön a csoportok. Együtt a felső tagozatban a Diák Önkormányzat. A Diák Önkormányzat műsorát a Refi TV szakkör csapatai fel is vették. Mindenhol nagyon jó volt a hangulat, az előkészület, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó kedvel és jó hangulattal zárjuk a farsangi időszakot. Megérkezett a jó idő is, szinte el lehet már mondani. 14-16 fokok vannak odakint, és nem véletlenül várjuk a tavaszt.